Talán még sokan emlékeznek a 70-es évekbeli cukrászdákra. Mi nem is annyira az üzletek, hanem egy régi-régi recept nyomába eredtünk. Egykor egy kreatív újpesti cukrász gondolt egyet, és sütött valami finomságot, amit Újpestről nevezett el. Az Újpest kocka, vagy sokak által újpesteletként ismert sütemény aztán tovább fejlődött, változott is, az eredeti sütemény pedig kicsit feledésbe merült. Nem csak jól néz ki, finom is. A szerkesztőségben teszteltük a süteményt, de nézzük, hogy is került hozzánk a finomság. Már is a vadgesztenye cukrászdában vagyunk. Ez a süti Zsuzsika néni keze alatt készült. S hogy miért olyan különleges? Az Újpest kockának a története, hogy aki ezt feltalálta és csinálta ebbe a sarki süteményes boltba, az az én főnökasszonyom volt. Őt úgy hívták, hogy dr. Szartoris Lajosné. Ővele dolgoztam 6,5 évig. Mert őt utána elkérték ebbe a sarki süteményesboltba vezetésének. Ott került sor az Újpest kocka, és hát a Kati szelet még, ami olyan nagyon kurens cikk volt akkor. És hát annyira összeszövődött a barátság utána is, hogy 86 éves koráig élt, 2 éve hunyt el, és végig minden évben tartottuk a kapcsolatot. És gyakorlatilag én őtől letudom a receptet. A 70-es évek híres újpesti sütije azonban az elmúlt 2 évtizedben csak recepten létezett. Senki sem készített ilyet, amióta a sarki cukrászdát lebontották. Persze kisebb-nagyobb módosításokkal később is sütöttek Újpest szeletet, sőt, régen nem is volt szokatlan, hogy saját receptekkel álltak elő. Minden egyes termelőnek, minden egyes kisvállalkozónak vagy maszek cukrásznak vannak olyan ötletei, ami saját specialitás. Ennek úgy mondanám, hogy fantázia neve van. És ez a hölgy, ez azt mondta, hogy hagyj legyen Újpest, hiszen Újpesten van. Egy nagyon jó üzlet, rengetegen szeretik, nagyon sokan jártak oda. Igazándiból ez egy reggeliző kis, nem is cukrászdának indult, hanem egy kis reggeliző helynek. Nem is voltak bent asztalok, székek, csak ilyen etető asztalok voltak, tehát állva lehetett enni, inni, kakaótól kezdve teján keresztül, péksütemények, minden az égvilágon volt, és mivel, hogy hát olyan szépen bevezett és olyan szépen csinálta, mert egy nagyon jó főnök volt. Ő találta ki mind az anyagot, hogy csinálják, volt cukrásza, ő vele készítette, úgyhogy csak ott készült, sehol máshol. Zsuzsika néni ezen kívül sok más régi receptet is használ, erre szükség is van, minden nap itt a saját cukrászdájukban dolgozik a férjével, lassan már 30 éve. Az első sütijét pedig 1965-ben készítette el. Több évtizedes tapasztalata, hogy egy jó helynek bizony van saját receptúrája is. Mink nem túl sokat változtattunk, vannak dolgok, amit ugye a férjem talált ki és vezetett be. Ezt mondanám, még akkor Újpesten nem nagyon lehetett kapni somlói galuskát, így mi somlói kockát csinálunk. Ennek most már 2 változatát és a csokoládésat, ami a hagyományos, de nekünk az aranygaluskából, a vaníliasodóval nagyon kedvelt a vaníliás. Úgyhogy nagyon kurens cikkünk a szilváspárna, ami igazi vidéki szilvalekvárból van csinálva, ami nem tartalmaz bevitt cukrot, csak amit a gyümölcs tartalmaz. Nagyon szeretik. Bevezettük még a házi krémest. Ez az igazi békebeli házi krémes, ami a saját specialitásunk. Nagyon-nagyon szeretik a vendége, mert ugye általában a szakma az a főzött pudingos krémest csinálja. Nekünk is van olyan, mink is főzzük, ugyanazt,
de mellette házi krémes elnevezésű krémesfélét, amitől több kerületből jönnek, hál' Istennek már hozzánk érte. Ám a szakmai titok az bizony szent. Nem árult el a recepteket, és azt sem tudjuk, hogy készült az Újpest kocka. Ez titok. A régi időkről viszont nagyon szívesen mesél. S habár a cukrászdák egyre nagyobb kihívásokkal kerülnek szembe, azért a Videm Zsuzsika néni rendületlenül dolgozik. És persze az sem véletlen, hogy úgy döntött, előkeresi a régi receptet. Ám a titokzatosság kedvéért a 70-es évekbeli Újpest kocka újraélesztéséről én is csak legközelebb árulok majd el részleteket.